Tavaly augusztusban a Nyíregyházi Egyetem területén adták át az ország második honvéd kollégiumát. Az intézmény azt a célt szolgálja, hogy a katonai életpálya iránt érdeklődők már a középiskola első évétől részletesebb honvédelmi nevelésben részesüljenek. Alig két hónappal ezelőtt egy másik fontos beruházás is elkészült. Újfehértón kezdte meg működését az ország első honvédelmi sportközpontja. A 700 négyzetméter alapterületű edző- és oktatótermekkel, kiszolgáló helyiségekkel, lövészeti versenytérrel és fegyvertérrel felszerelt épületben szintén a fiatalok minőségi képzését valósítják meg. Benkő Tibor honvédelmi miniszter csütörtökön a honvédelmi és haderőfejlesztési programról tartott előadást Nyíregyházán. A tárcavezető elmondta, a javuló feltételeknek köszönhetően egyre nagyobb az érdeklődés a honvédelmi pálya iránt. Megindult egy bizonyos vonzalom a katonai pálya iránt. Ez pedig azt is eredményezi, hogy ha van vonzalom, akkor a jobbak, egyre jobbak lesznek, mondjam úgy, a jelentkezők, akik a honvédelem ügyét választják. Ehhez természetesen a kiképzés, az oktatás, a felkészítés rendszerét is hozzá kell igazítani, és mi most úgy tartunk, ott tartunk, hogy a fiatalok megszólítása ennél a kadétképzésnél megkezdjük a katonai pályára történő orientálását a fiatalnak, és megismeri azt, hogy a Magyar Honvédségnél milyen szolgálati lehetőséghez jut. Tehát ha ő ezt a hivatást választja, akkor hogyan tud érvényesülni a katonai pályán. 2007-re mindössze 23.950 fő maradt a Magyar Honvédség állományában, a cél pedig az, hogy 2028-ra 30.000 aktív és 20.000 önkéntes tartalékos katona álljon az ország rendelkezésére. A folyamatos fejlődésre akár már belátható időn belül szükség lehet, Magyarországtól keletre ugyanis továbbra sem csillapodik az orosz-ukrán konfliktus. Benkő Tibor kifejtette, Oroszország már most korlátozott célú támadásokat intéz Ukrajnában, ez pedig előbb-utóbb kiteljesedhet Kárpátalján is. A tárcavezető szerint ahhoz, hogy a háború ne élesedjen tovább, a NATO-nak elsőként diplomáciai úton kell enyhítenie a konfliktust. A korlátozott célú támadásnak megvan a politikai, gazdasági miértje is, hogy így fogalmazza. Ugyanakkor én azt mondom, mint a honvédelmi miniszter és a NATO szövetséges tekintetében, hogy a NATO és Oroszország között kettős eljárásrend volt folyamatban már az elmúlt évtizedekben is. Egyik ez az elrettentés politikája, a másik pedig a párbeszéd. Tehát az elrettentés politikáját is fent kell tartanunk, ezzel üzenve Oroszország felé, hogy nem kell nagyfiúnak lenni, mert azért van itt erő, amely képes ezt a támadást valamilyen formába ellensúlyozni, de ne ez legyen az elsődleges cél. Az elrettentésnek nincs felső határa. A miniszter mindemellett elmondta, jelenleg nem fenyegeti közvetlen háborús veszély Magyarországot, ezért a NATO erők tartós magyarországi megjelenésére sincs szükség.